Az interneten véletlenül rábukkan az Úr visszatérésének hírére. Amikor mindenható Isten szavait olvassa, felismeri az Úr hangját, és megtalálja a mennyek országába vezető utat. Az egyházi lelkészek és a családtagok azonban elítélik, fenyegetik, elnyomják és megzavarják őt. Mikor egyik támadás éri a másik után, hogyan támaszkodik Istenre az akadályok legyőzésében? Keresztény családba születtem, és követtem a szüleimet az Úrban való hitben. Gyakran jártam egyházi összejövetelekre is. 2020 márciusának egy napján megismerkedtem egy nővérrel a Facebookon. Az Úrban való hitről beszélgettünk, és a nővér számomra nagyon új dolgokról beszélt. Például arról, hogyan juthatok be a mennyek országába. És ez a téma rögtön kíváncsivá tett. Értem. Ezt gondoltam, olyan régóta hiszek az Úrban, de a lelkészek és a vének soha nem beszéltek erről. Arra sem gondoltam soha, hogy a hitünk által beléphetünk a mennyek országába. Kíváncsi voltam a válaszra ebben a témában. Később, amikor összejövetelekre jártam és mindenható Isten szavait olvastam, megértettem, hogy mivel a sátán megrontott minket, a természetünk bűnös. Ha ezt nem távolítjuk el, nem szabadulhatunk meg a bűntől. A romlottak nem léphetnek be a mennyek országába. Mert Isten igazságos és szent, és csak a szentek láthatják őt. Ámen. A nővér azt is mondta: Az Úr Jézus mindenható Istenként tért vissza. Hogy kifejezze az igazságot, megítélje és megtisztítsa az embert, eltávolítsa a bűnös természetünket, és megmentse minket a bűntől. Csak akkor léphetünk be Isten országába, ha elfogadjuk Isten ítélő munkáját és megtisztulunk. Ámen. Aztán felolvasott nekem mindenható Isten szavaiból. Megnézzük videón? Hogy Minden ható Isten azt mondja, te csak azt tudod, hogy Jézus az utolsó napokban fog alászállni. De pontosan hogyan száll majd alá? a hozzátok hasonló vétkesek, akik csak most lettek megváltva, és még nem változtak meg, vagy Isten nem tökéletesítette őket, lehetnek Isten szíve szerint valók. Te, akinek még mindig megvan a régi énje, igaz, hogy Jézus megmentett, és Isten üdvössége miatt nem számít az bűnösnek, de ez nem bizonyítja, hogy nem vagy bűnös és nem vagy tisztátalan. Hogyan lehet szent, ha nem változtál meg? Belül tisztátalanság, önzőség és aljasság tölt ki, mégis alá szeretnél szállni Jézussal. Hogy lehetnél ilyen szerencsés? Elmulasztottál egy lépést az Istenbe vetett hitedben. Csak átestél a megváltáson, de nem változtál meg? Ahhoz, hogy Isten szíve szerint létez, Istennek személyesen kell elvégeznie a munkát, hogy megváltoztasson és megtisztítson téged. Ha csak a megváltáson estél át, akkor képtelen leszel elérni a szentséget. Így módon nem vagy alkalmas arra, hogy osztoz Isten jó áldásaiban, mert kihagytál egy lépést Isten embert irányító munkájából, ami a változás és a tökéletesedés kulcsfontosságú lépése. Te, egy vétkes, aki épp hogy átesett a megváltáson, nem vagy képes közvetlenül örökölni Isten hagyatékát. Bár Jézus sok munkát végzett az emberek között, ő csak az egész emberiség megváltását teljesítette, és az ember Vétekáldozatává vált. Nem szabadította meg az embert minden romlott beállítottságától. Az embernek a sátán befolyásától való teljes megmentéséhez nem csak arra volt szükség, hogy Jézus vétekáldozat váljon és magára vegye az ember bűneit, hanem arra is, hogy Isten még nagyobb munkát végezzen. Hogy az embert teljesen megszabadítsa sátánian romlott beállítottságától. Így most, hogy az ember bűnei megbocsátást nyertek, Isten ismét teste töltött, hogy az embert az újkorba vezesse, és megkezdte a fenyítés és az ítélet munkáját. Ez a munka az embert egy magasabb birodalomba vezette. Mindazok, akik alávetik magukat az ő uralmának, magasabb igazságot fognak élvezni, és nagyobb áldásokban részesülnek. Valóban a világosságban fognak élni, és elnyerik az igazságot, az utat és az életet. Ámen. Akkor elmélkedtem ezeken a szavakon. A saját és a testvéreim tettein gondolkodtam. Be kellett látnom, hogy hittünk az úrban, és volt néhány jó cselekedetünk, hogy kedvesek voltunk, nem szittunk másokat. De még mindig gyakran hazudtunk, és követtünk el különféle bűnöket. Lenéztük a többieket, továbbra is irigyeltünk másokat, a hírnévért versengtünk mindannyian a bűn és a gyónás örök körforgásában éltünk, és küzdöttünk a bűnnel. Igen. Csak mindenható Isten szavaiból értettem meg, hogy ez azért volt, mert a bűnös természetünk nem tűnt el. Mindenható Isten szavai alapján megtaláltam az utat, hogy megmeneküljek a bűntől. Vagyis el kell fogadnunk mindenható Isten ítélő munkáját. Csak a megtisztulás után léphetünk be Isten királyságába. Így igaz. Azt gondoltam, hogy mindenható Isten szavai nagyon jók. Felderítették a szívemet, és érthetővé tettek számomra néhány igazságot. Ezután szorgalmasan olvastam mindenható Isten szavait, részt vettem az online összejöveteleken, közösséget vállaltam másokkal Isten szavának felfogásáról, és minden találkozásunkat nagyon hasznosnak találtam. Uh -huh. Egy idő után. Sok olyan igazságot és misztériumot értettem meg, amelyeket korábbi hitemben nem. Például, hogy mi az a megtestesülés? Hogyan különböztessük meg az igaz Krisztust a hamisaktól? Isten nevének titkát, Isten irányítási tervének célját? Hogy hogyan rontja meg a sátán az embert? Miként menti meg Isten az emberiséget? Hogyan valósul meg Isten királysága a Földön? stb. Olyan kérdésekre is választ kaptam mindenható Isten szavaiban, amelyeket a Biblia alapján nem értettem. Istennek hála. Rájöttem, hogy ezeket a titkokat csak Isten maga fedhette felelőttem. Igen. Így megállapítottam, hogy mindenható Isten szava az igazság és Isten hangja, és hogy ő a visszatért Úr Jézus. Ámen. Akkoriban nagyon izgatott voltam. Sok barátomnak elmondtam a jó hírt, hogy az Úr visszatért, és hogy tanulmányozzák ők is az ő munkáját. De nem sokkal később a legtekintélyesebb keresztény közösség a környéken, a Baptista Egyház Észak-Kelet-Indiában elkezdett olyan dokumentumokat terjeszteni, amelyek elítélték a Mindenható Isten Egyházát. Ezek a dokumentumok a KKP egyházat illető rágalmait és besározását tartalmazták. Szerintük ez az egyház azt hirdeti, hogy Isten testetöltve visszatért, és hogy ő egy nő, ami ellentmond a Bibliának. Arra kértek minden hívőt, hogy ne vegyenek részt az egyház összejövetelein. Ezt a tartalmat leadták a főbb indiai televízió csatornák is. A tévécsatornákon és az interneten is láthattad ezt a fajta negatív propagandát. Nem kellett hozzá sok idő, hogy az egész országban elterjedjen. Látva, hogy ezek a lelkészek gátlástalanul eltorzítják a tényeket, téveszméket terjesztenek, és elítélik minden hatóistent, nagyon mérges és szomorú lettem. Sokan, akik velem vizsgálódtak, kiléptek a csoportból, mert félrevezették őket. Néhányan még engem is próbáltak meggyőzni azzal, hogy ezt az egyházat elítélte a KKP. Csalódott voltam, hogy feladták az igaz utat. Arra gondoltam, hogy a KKP egy ateista rendszer, nem hisz Istenben is, üldözi a vallásos hiteket. Miért hittek ezek az emberek az ateista KKP-nak, ahelyett, hogy Isten munkáját tanulmányoznák? Éppen akkor egy barátom a szülővárosomból meglátta ezt a WhatsApp csatornámon. Az úr visszatért, és Krisztus királysága megérkezett a földre. Megkérdezte, hogy a Mindenható Isten egyházának gyűléseit látogatom-e. Azt mondtam, igen. Erre ő, hogy nem szabadna hinnem benne. Rágalmazó megjegyzéseket és téveszméket is küldött nekem, és azt mondta, a lelkész figyelmeztetett, hogy ne kövessük Mindenható Istent. Az Úr megtestesültként való visszatérése lehetetlen, ezért nem vehetünk részt a gyűlésein. Amikor a barátod ezt mondta, az hatott rád? Mm, nem igazán mert addigra már a mindenható Isten egyházának testvérei közölték velem az igazságot. Ah, értem. Elmondták, hogy az úr testet ölt, mikor az utolsó napokban visszatér. Ez Isten terve. Bizonyítják az úr Jézus proféciái. Az úr Jézus azt mondta, mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Mert ahogyan a villámlás, amely az égbolt egyik részéből kivillan, míg a másikat megvilágítja, úgy jön el az ember fia is az ő napján. Előbb azonban még sokat kell szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől. Ámen. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Az Úr Jézus többször említette az ő visszatéréséről: az emberfia eljövetele, jön el az emberfia, és az emberfia az ő napján. Itt az emberfia a testetöltésre utal. Mindenható Isten eljött, és sok igazságot fejezett ki. Ő az emberfia eljövetele, a szabadító megjelenése, ami beteljesíti az Úr proféciáit. Ámen. A testvéreim közlése által azt is tudtam, hogy csak Isten az igazság, az út és az élet. Ha egy személy kifejezi az igazságot és Isten szavát, és képes elvégezni Isten utolsó napok beli munkáját, akkor az bizonyosan a megtestesült Isten. Nem számít, milyen átlagos az ő megjelenése, hogy van-e rangja vagy hatalma. A legfontosabbak az ő szavai és munkája. Ez bizonyítja legjobban az ő identitását. Igen. Erre gondolva elmondtam a barátomnak, amit megértettem, és ezt mondtam. Isten a Teremtő. Isten azt csinál, amit ő akar. Mi emberek csak kereshetjük, de nem ítélhetjük. Nem határozhatjuk meg őt. A Mindenható Isten Egyházának összejövetelei. Segítettek nekem sok igazság megértésében. Továbbra is elfogok járni. Azt tanácsoltam: a hitünkben meg kell hallgatnunk Isten hangját, nem vakon követni másokat. A Biblia ezt mondja: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Ámen. Mikor a barátom meghallotta ezt, nagyon komolyan ezt mondta. Ha továbbra is hiszel mindenható Istenben, amikor visszatérsz a szülőfaludba, ki fognak kérdezni? A lelkész nem engedi majd, hogy higgy, és a közösség ki fog közösíteni. Gondoltál erre? Azt mondtam, az nem ijesztő, ha az emberek közösítenek ki. Az a félelmetes, ha nem tudunk lépést tartani Istennel, ha Isten elhagy. Gondoltál már arra, hogyha mindenható Isten az Úr Jézus visszatérése, és nem fogadjuk el? akkor katasztrófába süppedünk sírva és fogcsikorgatva. Az úr visszatérése fontos dolog. Miért nem kutatod és vizsgálod? Ezt halva, hogyan reagált a barátod? Hm. Akkor még visszautasította a tanácsomat. Később beszélt a szüleimnek mindenható Istenben való hitemről. Ezután egy egész héten keresztül a szüleim minden nap felhívtak és korholtak. A lelkész szerint tiltsuk, hogy ennek az egyháznak az összejöveteleire járj. Nem mehetsz többet, el kell hagynod ezt az egyházat. Azt válaszoltam, a mindenható Isten egyháza nem olyan, ami ennek leírják. Az összejöveteleiken sok igazságot megtudtam, amit előtte nem értettem. Ez az igaz út, nem tévedtem el. Tanúskodni akartam mindenható Isten munkájáról nekik, de annyira félrevezették őket a plecskák, hogy nem engedték, hogy többet mondjak. Ó. Oh. Később a világjárvány miatt hazatértem az iskolából. A szüleim próbálták megakadályozni, hogy részt vegyek az online összejöveteleken. A szomszédok is beszéltek rólam, hogy megőrültem, mert mindenható Istenben hiszek, és nem hallgatok a lelkészre. Ez tényleg képtelenség. <coughs> Igen. A szüleim még idegesebbek lettek, amikor ezt meghallották. Így szittak, amikor hazajöttek. Tudod, mit mondanak rólad a helyiek? Nem hallgatsz ránk is, továbbra is eljársz azokra az összejövetelekre? Ezt mondtam, igen, és ez így is marad. A szüleim ettől csak még dühösebbek lettek. Gyakran megzavartak az összejövetelek közben, hogy ne tudjak figyelni. Emlékszem, egyszer egy összejövetel után imádkoztam. Amikor kinyitottam a szemem, az apám ott állt mellettem, mérgesen rám kiáltott. Kapcsolt ki az internetet és hagyj fel ezzel. Azt mondtam nekik, az Úr Jézus tényleg visszatért. Mint mindenható Isten, hogy elvégezze az ítélet munkáját. Ha nem tartjuk a lépést Istennel, ha nem fogadjuk el az ő munkáját, és ha nem szabadulunk meg a bűntől, nem léphetünk be a királyságba. És végül katasztrófába zuhanunk és megbűnhődünk. De a szüleim egyáltalán nem hallgattak meg, és ismételgették nekem a lelkész elképzeléseit. Szerintük Isten nem ölthet női testet. Hogyan vállaltál velük közösséget akkoriban? Mindenható Isten szavának egy passzusára gondoltam, amit a testvérektől hallottam. Felolvasom. Rendben. Minden ható Isten azt mondja, az Isten által végzett munka minden egyes szakaszának megvan a maga gyakorlati jelentősége. Akkoriban, amikor Jézus eljött, férfi alakban jött, és amikor Isten ezúttal eljön, az ő alakja női. Ebből láthatjuk, hogy Isten teremtése, a férfiak és a nők egyaránt hasznosak lehetnek az ő munkájában, és nála nincs nemi megkülönböztetés amikor az ő lelke eljön, bármilyen testet felvehet, amilyet csak akar, és ez a test képviselheti őt, legyen az férfi vagy nő, képviselheti Istent, amíg az az ő megtestesülése. Ha Jézus nőneműként jelent volna meg, amikor eljött, más szóval, ha a Szent Lélek által nem fiú, hanem leánygyermek fogant volna, akkor a munka azon szakasza ugyanúgy befejeződött volna. Ha ez lett volna a helyzet, akkor a munka jelenlegi szakaszát egy férfinak kellene elvégeznie helyette, de a munka ugyanúgy befejeződne. Az egyes szakaszokban végzett munkának megvan a maga jelentősége. A munka egyik szakasza sem ismétlődik, és nem is ütközik a másikkal. Ámen. Emlékszem, közösséget vállaltak arról, hogy Isten megtestesülése az, amikor Isten lelke testet ölt, és közönséges emberré lesz. Úgyhogy nem számít, hogy nője vagy férfi. Ő maga Isten. Kifejezheti az igazságot, és elvégezheti Isten munkáját. Igen. Az Úr Jézus férfi volt. Megfeszítették az emberiségért, magára vette annak bűneit, ezzel bevégezve a megváltás munkáját. Az utolsó napokban Isten nőként testetöltve érkezik meg és az Úr Jézus munkája alapján kifejezi a megmentésünkhöz szükséges igazságot, és megtisztít bennünket. Ennek okán, akár férfi, akár nő a megtestesült Isten, kifejezheti az igazságot, és elvégezheti a megváltás munkáját. Ámen. Ha Isten mindkétszer férfiként töltött volna testet, az emberek behatárolnák őt, azt gondolva, hogy ő csak férfiként tud testet tölteni, nőként viszont nem akkor nem szembesülnének a nők még több diszkriminációval és elfogultsággal. De igen. Isten egy igazságos Isten. Ő alkotta a férfit és a nőt is. Az első alkalommal Isten férfiként töltött testet, és az utolsó napokban ő újra hússá és vérré vált, nőként, ami azt jelenti, hogy ő mindkét nemmel igazságos. Igaz. Ha Isten mindkétszer férfiként töltött volna testet, az nem lenne igazságos a nőkkel szemben. Így Isten az utolsó napokban nőként töltött testet. Ez megmutatja az ő igazságosságát. És azt is, hogy Isten alkotta a férfit és a nőt, és férfi és nő egyenlő Isten előtt. Ez tényleg észszerű. Ámen. Erre gondolva azt mondtam a szüleimnek: Isten a saját képére teremtette a férfit és a nőt. Ezért a megtestesült Isten nyilvánvalóan férfi és nő is lehet. A testetöltött Isten megjelenése nem fontos. Az a fontos, hogy mivel ő kifejezheti az igazságot, ő a megtestesülése Isten lelkének, magának Istennek. Uh -huh. A szüleim nem tudták megcáfolni a szavaimat, ezért ezt mondták. Mi nem hiszük el, hogy Mindenható Isten a visszatért Úr Jézus. Akkor fogjuk ezt elfogadni, ha a lelkészek is. A lelkész szerint Mindenható Isten egy hétköznapi személy, aki átlagos családba született. Így nem lehet Isten megtestesülése? Erre reagálva azt mondtam nekik: Amikor az Úr Jézus eljött munkálkodni, a főpapok, az írástudók és a judaizmus farizeusai nem ismerték felőt, mint Istent a hétköznapi megjelenése miatt. Azt mondták: Ez nem az asztalos fia, nem az ő anyjának neve Mária. Ők csak az Úr Jézus megjelenését látták. Nem vizsgálták, hogy az ő szavai és munkája Istentől származik-e. Arrogáns beállítottságukkal úgy ítélték meg, hogy hétköznapi ember, nem pedig Isten. Meg is rágalmazták, és el is ítélték. A judaizmus hívei imádták őket, és engedelmeskedtek, és követték őket az úr keresztre feszítésében. Végül aztán elvesztették Isten üdvösségét. Így igaz. Ugyanezt történik most is. Ezek a lelkészek és vének nem vizsgálják, hogy vajon mindenható Isten szavai az igazság és Isten hangja-e. Vakon megítélik és kárhoztatják őt. Szerintük mindenható Isten hétköznapi személy, megkérdőjelezik az eredetét. Nem ugyanez történt, amikor a farizeusok elítélték az Úr Jézust? De igen. Ekkor eszembe jutott Isten szavainak egy újabb passzusa. Felolvasom nektek. Rendben. Isten azt mondja: Aki a megtestesült Isten, annak Isten lényegét kell birtokolnia, és aki a megtestesült Isten, annak Isten kifejeződését kell birtokolnia. Mivel Isten testé lesz, világra fogja hozni azt a munkát, amit elvégezni szándékozik, és mivel Isten testé lesz, ki fogja fejezni azt, ami ő, és képes lesz az igazságot az emberhez elhozni, életet ajándékozni neki, és utat mutatni neki. Az a test, amely nem rendelkezik Isten lényegével, határozottan nem a megtestesült Isten. Ehhez nem fér kétség. Ha az ember meg akarja vizsgálni, hogy az Isten megtestesülése, akkor ezt az általa kifejezett természettel és az általa mondott szavakkal kell alátámasztania. Ami azt jelenti, hogy annak megerősítéséhez, hogy ez Isten megtestesült teste-e vagy sem, és hogy ez az igaz út vagy sem, az ő lényege alapján kell különbséget tenni. Így tehát annak eldöntésében, hogy Isten megtestesült testéről van-e szó, a kulcs az ő lényegében, a munkájában, a kijelentéseiben, a természetében és sok más aspektusában rejlik, nem pedig a külső megjelenésben. Ha az ember csak a külső megjelenését vizsgálja, és ennek következtében figyelmen kívül hagyja a lényegét, az azt mutatja, hogy az ember tájékozatlan és tudatlan. Ámen. Ámen. Ezután azt mondtam a szüleimnek, annak meghatározását, hogy ez Isten húsvérteste-e, arra kell alapozni, hogy vajon ő ki tudja-e fejezni az igazságot, nem pedig a megjelenésére. Gondoljatok bele, az Úr Jézusban, vajon a testetöltött képmása miatt hiszünk? Nem. Azért fogadtuk el az Úr Jézust, mert olvastuk az ő szavait a Bibliában, és láttuk, hogy szavai az igazság, és hogy ő megválthatja az egész emberi fajt. Igen. Ma azért hiszek mindenható Istenben, mert láttam, hogy mindenható Isten szavai az igazság. Van tekintélyük és hatalmuk, és ez Isten hangja. Csak ezután hittem el, hogy ő a megtestesült Isten, a visszatért Úr Jézus. Ezután azt tanácsoltam nekik: Nektek is olvasnotok kellene mindenható Isten szavait, ne hallgassatok vakon a lelkészre, és ne higgyétek el, amit a lelkész mond. Ha rossz úton jár, ellenáll Istennek és elítéli őt, akkor az Istennek való ellenállásban is követni fogjátok őt? Amikor a szüleim ezt meghallották, dühösek lettek. Így szittak. Ha ellenkezni merészelsz a lelkészekkel, a helyiek el fognak űzni téged. Hová fogsz menni? Mi nem tudunk neked segíteni? Ne tanúskodj többet mindenható Isten mellett másoknak. Amikor a lelkész elfogadja, majd mi is elfogadjuk. De most ne keresd a bajt. Na, no, még mindig nem hallgattak rád? Nem. Mindegy, mit mondtam nekik. Nem hallgattak meg. És elég keményen megdorgáltak. Azt mondták, olyan sok pénzt költöttünk az iskoláztatásodra, az étkeztetésedre, mégis engedetlen vagy, nagy csalódás vagy nekünk. Akkoriban a két bátyám is a szülei oldalán állt. A családomban senki nem fogadta meg a tanácsomat. Győzködtem őket, hogy mindenható Isten sok igazságot kifejezett, és megosztottam velük a gyarapodásomat. De. Bármit is mondtam, nem akarták meghallani. A szüleim és a helyiek régebben nagyon jól bántak velem, de ekkor, csak mert mindenható Istenben hittem, máshogy álltak hozzám. Gonosz tevő és kitaszított lettem a szemükben. Még otthon sem éreztem, hogy a családom foglalkozna velem. Magányosnak és nyomorultnak éreztem magam. De tudtam, hogy nem adhatom fel az összejöveteleken való részvételt, mert ha az összejöveteleken nem vértezném fel magam az igazsággal, nem tudnék ellenállni egy ilyen környezetnek. Igaz. Később, hogy elkerüljem a felesleges konfliktusokat, titokban jártam az összejövetelekre. Nem vállalhattam közösséget, csak SMS-ben tudtam beszélni másokkal. A lelkész azt kérte a szüleitől, hogy akadályozzák meg a hitedet minden istenben. A lelkész megpróbált akadályozni, miután hazamentél. Igen. Emlékszem, egy este a lelkész és egy munkatársa hirtelen beállítottak hozzám. A szomszédok és pár helyi szintén eljöttek nézelődni. A lelkész azt kérdezte, miről beszéltetek az egyház összejövetelein. Elmondtam, hogy tanúságot tettünk az Úr Jézus visszatérése mellett, és arról, hogy mindenható Isten az, aki az ítélet munkáját végzi. Arról is beszélgettünk, hogy kiléphet be a mennyekországába, és hogyan lehet elnyerni az üdvösséget. A lelkész ezt mondta. Akkor mondd el nekem, milyen ember léphet be a mennyekországába, a hang neme megvető volt. Oh. Így válaszoltam neki. A Biblia szerint nem mindenki megy a mennyekországába, aki uramnak szólít csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. Ámen. Ezekből a versekből láthatjuk, hogy ha be akarunk lépni a mennyek országába, meg kell szabadulnunk a bűntől, a romlott beállítottságunktól, és alá kell vetnünk magunkat Istennek. Most még mindenki bűnben él. Gyakran hazudunk, és nem sikerül Isten szavait gyakorolnunk, úgyhogy nem léphetünk be. Így igaz. Azt is mondtam neki, össze voltam zavarodva, hogy miért ragadtunk bele a bűn, a gyónás és az újabb bűn körforgásába. Miért nem tudunk megszabadulni a bűn rabságából? Csak mindenható ható Isten szavaiból értettem meg, hogy a hitáltal bűnbocsánatot nyerünk. De a bűnös természetünk, a bűnünk gyökere még nem lett kigyomlálva. Ezért még gyakran hazudunk és bűnbe esünk. A Biblia szerint szentség nélkül egy ember sem látja meg az Urat. Isten szent, ezért, ha még mindig bünt követünk el, nem léphetünk be Isten királyságába. Uh -huh. Most az Úr Jézus visszatért, hogy elvégezze az ítélkezés munkáját. Kifejezi az igazságot, ami megtisztít minket. Ez beteljesíti az Úr Jézus proféciáját. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljő ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Ámen. Mindenható Isten sok igazságot kifejezett. Nem csak, hogy felfedi Isten irányítási tervének titkát, hanem az emberi bűn eredeti okát is. Megítéli és felfedi bűnös természetünket, mint az arrogancia, a családság, a gonoszság és így tovább. És felfedi Isten bevetett hitünk szennyeződéseit, s azt a téves nézetet, hogy csak a mennyekországába való bejutás miatt hiszünk Istenben. Mm. A mindenható Isten egyházába tartozók megtapasztalják Isten szavainak ítéletét. Fokozatosan felismerik saját romlottságuk igazságát. Valódi bűnbánatot gyakorolnak, és megtisztulnak romlottságuktól. Ezt a hatást éri el Isten szava a királyság korában. Igen. Ha be akarunk lépni a mennyek el kell fogadnunk mindenható Isten ítélő munkáját, és csak a megtisztulás után válunk alkalmassá a belépésre. Uh -huh. Miután befejeztem, a lelkész azt mondta, tudom, hogy vágysz az igazság követésére, csak hogy még fiatal vagy. Nem érted a Bibliát, könnyen félrevezetnek. Ne kövess tovább minden ható Istent. Vald meg bűneidet az Úrnak, és ne járj többet az összejövetelekre. Később, mikor a lelkész látta, hogy nem foglalkozom vele, ezt mondta. – hogy mersz nem engedelmeskedni nekem? Azonnal bűnbánatot kell tartanod, nem imádkozhatsz többet minden Istenhez. Ezt mondtam neki, mindig követni fogom minden hatóistent. Hmm. Nagyon mérges lett, és figyelmeztetett. A gyülekezet legfelsőbb tanácsa választott ki, hogy vigyázzak rád. Ha nem hagyod abba, befognak hívni kihallgatásra a legfelsőbb tanács elé. Tudnod kell, hogy ha ez megtörténik, az befolyásolhatja a tanulmányaidat. De rossz híred is lesz a gyülekezetben. Később talán még munkát sem fogsz tudni találni. Miért vállalod ezt? Úgy hangzik, mint egy fenyegetés. Az volt. Akkoriban, amikor a lelkész ezt mondta, nagy nyomást éreztem. Mert tudtam, hogy ha a gyülekezet legfelsőbb tanácsa kikérdez, többet nem fognak békén hagyni. Ha igazolásra lesz szükségem a jövőben, a falu vezetője nem fogja aláírni nekem, és talán nem fogok munkát se találni. A szüleim főiskolára küldtek, hogy a diploma után jó munkát találjak magamnak. Ha nem találok munkát, a szüleim bizonyosan még jobban akadályoznak majd a hitemben. Ráadásul nemrég kezdtem el hinni minden hatóistenben, és még keveset értek. Ha bevinnének kikérdezésre, és azzal szembesülnék, hogy többen támadnak, ellen tudnék állni? Ha ragaszkodnék minden hatóistenbe vetett hitemhez, kirúgnának az iskolából – Megkérnék a többi hívőt, hogy utasítsanak el engem. Ezekre gondolva nagyon aggódtam. Úgyhogy csendesen imádkoztam Istenhez, és kértem, hogy segítsen szilárdan megállnom a bizonyság tételben. Ámen.